És egyszer ültem egy ilyen segjukszájú anyukával egy vonaton, egy kabinban, és mellette ült a pici segjukszájú gyereke. És egymástól is többször elnézést kértek. Elnézést, kicsinálj, megtenni, hogy ezt nem ide teszed, hanem oda teszed. Elnézést, édesanyám, én csak az én mondtam, hogy elnézést, ha én már mondom, hogy elnézést, ha már nem mondtad, hogy elnézést. Ment ott a baszakodás, és egyszer csak mellém, velük szembe beült egy nő, akinek irgalmatlan nagy orra volt. Hát anyuka egyből ment is le a szatyrába. Úristen, én ezt nem is akarom látni. Elnézést, ugye nem baj, hogy zörgök az acskóval. Új, de kibaszott nagy orra van. De ez természetesen csak fejben. A gyerek viszont gyerekből van, és én ezért imádom a gyerekeket. Minden átalakult a fején, csak a lyukszáj maradt meg. Hát érezhető volt a feszültség, hogy itt jön egy kérdés, ami romba dön mindent. Hosszan nézte a nagy orrot. Kicsit az anyját, majd megint az orrot. Majd megszólalt, hogy anya, a néni orrát majd otthon megbeszéljük.